Megnéztem, vagyis belenéztem a Tűz van babám című filmbe, ezt Milos Forman követte el, ha jól tudom, 1968-ban, és egy ilyen falusi tűzoltó buliról szól, miközben kitör a tűz, bál is van, tűz is van, elég groteszk, abszurd az egész film, de gondolom nem ez ihletett benneteket, hogy tűzoltó egyletet alapítsatok. Mi vezetett ehhez a gondolathoz? Nem is tudom, kit kérdezzek előbb, talán Ferit. Hát onnan kezdeném a történetet, hogy az ötlet nem az enyém természetesen, hanem a tűzoltó kollega, bemutatom akkor Katona Zoltánt, aki most, hogy mondjam, félig nyugállományban lévő, hivatásos múlttal és elég komoly képzettséggel rendelkező tűzoltó, és az ötlet gazdája tulajdonképpen ő meg a volt kollégái, hogy meg kéne alakítani, talán ismét így kell kezdeni Ajkán az Ajkai Önkéntes Tűzoltó Egyesületet. Ennek története van. Tulajdonképpen a tűzoltás az emberiséggel egyidős, hiszen amikor az őskorban még azt mondták, Isten ajándéka a tűz, és az már akkorra... Bár néha megölték azt, aki hagyta kihunyni a tüzet, nem? Így van, akkor még erre irányult ellenkező tendencia is volt. Bár a régészek feltártak olyan jeleket, amiből arra lehet következtetni, hogy már abban az időben is valamilyen elv mentén választották ki, tehát gondosan körbejárták a kérdést, hogy hol választanak tűzrakó helyeket. Tehát a legősibb mesterségről alkotott véleményünk felülvizsgálatra szorul, mert lehet, hogy a tűzoltó volt előbb. Mindegy, azt most törődjük. Hát vagy a tojás, valószínű. Tehát a tűz az emberiséggel egyidős, hiszen kezdetben nyilván még a tűzgyújtásra nem is tudtak, hanem az ég ajándékának azért nevezték, hiszen a villámcsapás vagy a természet egyéb jelenségei során képződő tüzetet kezdték el felhasználni, és a fő tevékenység az embernek abban merült ki, hogy a tüzet ha maga hasznára fordítsa, és hát ez most már akkor sok évszázados múltra tekint vissza, sikerrel is járt. De ugyanakkor, amikor a tűz megjelent, és a hasznosítása is megjelent, ugyanakkor megjelent a tűznek a káros másik oldala is, igen. Hogy egyrészt veszélyes tud lenni, erre az elmúlt évszázadok nagyon sok példát bizonyítottak, napjainkban is bizonyítottak, sőt most újra bizonyítanak, veszélyes is tud lenni, ugyanakkor elengedhetetlen a mindennapi életünk közül is. Na most azon ki, hogy Ádámtól Évától indulva kiveséztük a tűznek a természetét, beszéljünk egy kicsit az egylet megalakításáról. Ugye tűzoltó egyletek már voltak, nem is tudom hány éve Magyarországon, ezek lehet, hogy főleg szabadidős tevékenységként indultak, lásd tűzoltó zenekarok, tűzoltó bálok és így tovább, de mindenképpen hasznos tevékenységet töltöttek be a önkéntes tűzoltók a hivatásosok mellett. Ezt meg tudja erősíteni, Katona úr? Igen, természetesen a hivatásos tűzoltóság, és a katasztrófavédelemben lévő tűzoltói állomány mellett szeretnénk mi tevékenykedni. Jelenleg az egyetlen a létszáma is tűzoltókból áll, meglévő tűzoltókból, és az ő munkájukat szeretnénk, amikor már olyan szinte fel tudunk fejlődni ebbe a mostani megalakulás után, akkor mindenképp ne is szeretnénk segíteni. Egy postásnak az orvos a sétát írt elő munka után, ami egy elég abszurd dolognak tűnik, de egy tűzoltónak nincs elég a tűzoltásból, mikor leteszi a lantot, és akkor elmegy önkéntesnek, mert nem tudja abba hagyni a tevékenységet. Van egy szerelem, igen, és a tűzoltó, ha úgy gondolja, így van, akkor segít az állampolgáron, és akkor csinálja ezt önkéntesként is. Most az egylet kialakításában ki vitt a döntő szerepet? Katona úr vagy te? Hát inkább közös munka volt. Én azért engedje meg szerkesztő úr, hogy én mégiscsak adjak akkor egy kis... Akkor magázódjunk. Vagy engedj meg szerkesztő úr, akkor hogy... Hibáztam, mindig hibáztam. Jó barátságban vagyunk, hogy egy történeti visszatekintést Magyarországon. Ugye kétségtelen, hogy ahogy az előbb említettem, az őskortól kezdve tudunk a tűzről, sőt Hammurabinak már voltak olyan intézkedései. Hammurabi, ez jó. Igen, a törvényeibe, amiben a tűzekre vonatkozóan szabályzást írt elő. De igazából Magyarországon az 1800-as évek közepe táján pontosan Aradon alakult meg az első önkéntes tűzoltó egylet 1835-ben.
Innentől kezdve aztán sorra a nagyobb városokba alakultak ki ezek az önkéntes tűzoltó egyesületek, vagy egyletek. A alapvető célja valóban a tűz elleni védelem volt. Az egy járulékos célja volt, hogy a 60-as évektől alakultak tűzoltó zenekarok, és volt egy ilyen közösségépítő hatása is, de alapvetően a tűz elleni védelem volt ezeknek az egyleteknek, hiszen a régi idők nagy tüzei, amiről tudunk, Nero idejéből minden, mind arra sarkalták az embert, hogy a tűz ellen védekezni kell. És tulajdonképpen a 60 és a 900-as évek között alakult meg Magyarországon nagyon sok tűzoltó egyesület, sőt megalakult a tűzoltó egyesületek szövetsége is, és Magyarországon a tűzoltásnak igazából az alapjait Széchenyi Ödön, aki Széchenyi Istvánnak a fia volt. Nagy becsben tartják a nevét, így van, a tűzoltók. Ő tette le, vagy ő hajtotta, ő járta ki, mert az 1888-as törvény volt az első, ami a tűzvédelemről szóló törvénykezés volt, ami már elrendelte az önkéntesek mellett a kötelezett tűzoltóegyletek, ami már egy kicsit ilyen központi állami tűzoltóegylet volt, de azért még a hangsúly akkor is az önkénteseken volt. Most ezek volt. Az egyletek, ezek ilyen hiánypótlók voltak? Meg gondolom az állami tűzoltóság nem volt annyira jól szervezett, mint nem most. Volt állami tűzoltóság, hanem inkább csak ilyen szabályok, hogy emberek összefogtak, és mindenkinek tehát kellett. Tehát egy városban tűzvész alakult, igen. Mint ahogy Veszprémben is volt erre példa. Így van, inkább csak ilyen. Akkor nem a hivatásosok vonultak, hanem mindenki, aki csak tehette. Így van. És aztán a törvényben is elő van írva ma már, hogy a havárja elhárítása minden állampolgárnak feladata, tehát tűzoltásban bárkinek nem csak részt kell, hanem kötelessége részt venni, ha olyan helyzetben van persze. Ajkán 1888-ban alakult meg az első tűzoltó egyesület, Ajka Csingerbe, és aztán a következő 10 évben, tehát 1900-ig sorba rendek, tósok berint, padrak, Ajka rendek, és így a környék, akkor még ugye település, ami most Ajka része, de akkor önálló települések részek voltak, mindenhol megalakult ez a tűzoltó egylet. Ők már rendelkeztek ilyen négykerekű, szerkocsival, igen, pumpás kocsikkal és egyebekkel, így van. Egyébként mi okozta az egyetek végét? Mert most ugye, hogy újjá alakult a Ajkai, vagy újjá alakult a tűzoltó egyesület, hova lett a többi? Hát a végét tulajdonképpen az okozta, hogy 1900-as években esik, ugye az iparosodás után 900-as évekkel. Ajkán? Az üveggyárban alakult meg az első, mint nagyobb ipari egység volt ugye az üveggyár, annak a gyári tűzoltó csapata. Aztán később ugye, ahogy iparosodott Ajka és környéke, lett a bányának, lett a tinfölgyárnak, és így tovább. De az állami tűzoltóság tulajdonképpen az előbb idézett Széchenyi Ödön nyomán, vagy tevékenysége nyomán a 88-as tűzvédelmi törvény után kezdődött el ezeknek a szervezése. És akkor a nagyobb városokban mindenhol kellett, így alakult ki, és akkor a kisebb falvakban, meg a környéken maradtak az önkéntesek, és ezek a kettő együtt dolgozott adott esetben, ha kellett, akkor összedolgozott. Azt már hallottuk, hogy megalakultak, de Makacsember vagyok, még egyszer megkérdezem, hogy hová tűntek ezek az egyesületek, vagy miért tűntek el? Vagy még mindig nem tartunk? Nem, jön a tanácsköztársaság a 900-as évek, akkor az visszavetette ezeknek az állami tűzoltóságoknak a szervezését. A háború, a második világháború az megint nagyon-nagyon visszavetette. Igazából a második világháború után jött akkor egy újabb törvény, ami már egyértelműen kimondta, hogy minden nagyobb városban kötelező állami tűzoltóságot létrehozni és fenntartani. Onnantól kezdve elhaltak, mert átvette ezt a szerepet az állami tűzoltóság, és okafogyottá vált, és elhaltak az egyesületek. Az elején is céloztam rá, hogy ezeknek az egyesületek nem csak a tűzoltás lehetett a feladat, hanem egyfajta közösségi életszervező tevékenység is, mert én például hallottam, hogy a falunkban egy tűzoltó bál. Ami csak egy elnevezés, ma már nem annyira tűzoltó, csak egy ok arra, hogy összejöjjenek az emberek, és jól érezzék magukat. A tűzoltók azért egyéb kulturális téren is fejtettek ki tevékenységet, ha jól értelmezem, nem csak egyszerűen tüzekhez vonultak. Hát leginkább a zenei életet mutatták meg. Igen, ez... A tűzoltó zenekerek köztudottan híresek a világ minden tájáról, és ma is határozottan működnek.
hogy újra életre keltek a tűzoltó egyletek, annak az a következmény, amiatt következett be, hogy azért az emberek rájöttek arra már, hogy a tűz az velünk élő valami, sőt a napjainkban a globális felmelegedés miatt világszerte... Ott is van, ahol nem kéne. Oltári nagy erdőtüzek, sőt legutóbb Görögországban nagyon sok, vagy Haitiban nagyon sok halálos áldozata járó tüzek, hogy nem elég egy tűzoltó csapat, hanem újra be kell vonni a lakosságot, részt kell venni edukációval, oktatással, adott esetben, és erre nagyszerű tehát például alkalom... Például olajtüzet ne oltsunk vízzel, az otthoni tűzesetek. Nagyszerű alkalom volt ez edukáció az, hogy a tűzoltó egyletek ebben nagyon tevékenyen és nagyon komoly munkát tudnak kifejteni, hiszen belőlünk emberekből, az véletlen, hogy nem feltétel, hogy volt tűzoltó legyen az egyletnek, vagy az egyesületnek tagja, de természetesen az nem jó. Baj. Katona urat is szeretném egy kicsit foglalkoztatni. Ugye úgy hallottuk az imént, hogy együtt pátyolgatják ezt a projektet. Tehát hol tart ma a szervezés? Vagy mi az, ami miatt most összejöttünk, mert Feri jelezte, hogy most már időszerű lenne? Sikeresen megalakultunk, mondhatjuk azt, hogy bírósági bejegyzésünk van, számlaszámunk, tehát igazából most már a egyesület a teljes élesbe el tud indulni, és ezért szerettük volna ezt a kis beszélgetést, hogy igazából úgymond promotáljuk most már az egyesületet, és ezért jöttünk ide. Most Ajka, melyik területeiről várnak jelentkezőket, hogy hogy kell képzelnek az egyesületnek a működését, hogy minden városrészre kihatnak úgymond, és helyi csoportokat szerveznek, vagy egy csoport van, és stb. Egy csoportot szervezünk, tehát nem osszunk meg az erőinket, egy csoportba várjuk, úgymond a lakosság bárki részéről a jelentkezését, és szépen fel fogjuk építeni ezt a kis egyesületet, úgy gondolom olyan szintre, hogy egy nagyon komoly segítség tudunk lenni a jelenlegi hivatásos állománynak. Kinek a támogatására számíthatnak? Van-e például állami hátszerük az egyesületeknek? Igen, nagyon komoly, úgy gondolom a kormány által is nagyon komoly támogatottság van, nagyon sok pályázat van, amiben szeretnénk indulni, a pályázatokat megnyerni, ha sikerül. Nagyon szívesen veszük a támogatást magánemberektől, nagyon szívesen veszük cégektől, tehát bárki segíthet a mi előre menetelünkbe, hogy minél hatékonyabbak legyünk. Nemrégiben, hát jó, már régebben történt, például valaki bajba kerül a Badacsonyban egy sziklamászás közben, és akkor jönnek a helyi önkéntesek és segítenek rajta. Önök ilyenre is föl vannak készül, tehát speciális mentés esetleg? Az ottani tűzoltók igen, kénytelenek. Hát igen, még nem. Igen. Tehát igazából tehát tényleg az alapoknál vagyunk. De a végcél, én úgy gondolom, idáig el tudunk jutni. Az állománynak a tudása megvan hozzá, de maga a felszerelést, ezt mindent be kell szereznünk. Tehát jelenleg szeretnénk az oktatásban, nagyon a fiatalok oktatásában részt venni, nagyon szívesen tájékoztatjuk a lakosságot, nagyon szívesen elmegyünk iskolákba előadásokat tartani, tehát szépen építjük magunkat. Ki szervez az önök munkát? Tehát itt egy önkormányzati képviselő ül a körünkben. Bejelentkeztek az önkormányzatoknál, vagy ki az, aki jelzi az igényt, hogy hát ebbe az iskolába jól lenne elmenni, vagy önök egyáltalán kezdeményezők ebben a történetben? Hát az egyesületnek van egy vezetése, tehát megalakuló taggyűlésen vezetőséget választottunk, jelenleg én vagyok az egyesület elnöke, Geri úr, aki a sportoldalt képviselő, az egyik elnök helyettes, és akkor a Zoli, aki a szakmai munkát, tehát ténylegesen a tűzoltással vagy a tűzvédelemmel kapcsolatos szakmai munkát biztosítja. Ez a háromfős elnökség hivatott arra, hogy ezt a munkát a jövőbe kezdje szervezni, összerakni, támogatókat, támogatásokat szerezni, egyúttal pályázatokon indulni, ahogy az imént elhangzott. Ez a jövő feladat. Valaki ezt a beszélgetést hallva is, valakinek fölcsillan a szeme. Hol jelentkezhet, vagy hogyan veheti fel a kapcsolatot a tűzoltó egyesülettel, ha már úgy képzel az élete további részét, hogy ebbe is, ez is beleférne? Hát pillanatilag még honlapunk nincs, de azt is fogunk csinálni. Egyébként személy szerint úgy gondolom, hogy ez a mostani beszélgetés arra is jó, hogy akár Zoltánt, engem, vagy éppen a Geri urat megkeressék. Tehát de bármi... nekünk csak most először itt a Ajkai Szó stúdiójában. Így van. Bármelyik elindulta. Ajkai tűzoltót meg lehet ebbe kérdezni, ő biztos úgyba fog tényleg a tűzoltóság is tud erről a dologról? Hát nyilván beavatták, és a részleteket is ismerik, hogy eligazítsák azokat, akik náluk jelentkeznek? Természetesen.
A tagság nagy része ő belőlük épül most fel, és várunk külsőket, volt régi tűzoltókat, vagy már nyugdíjas tűzoltókat. És hát aki már érzett füstszagot, elsősorban olyanokra számítanak. Így és van. Mi van, aki mondjuk még elég fiatal, és azt mondja, hogy hát én tűzoltó szeretnék lenni, mert az olyan romantikus dolog. Ugye nálunk ennek nincsen fiatalok is, és jöhet bárki. Tehát az a fajta egészségügyi előírás és szakmai előírás, ami az állománynál megvan a hivatásosoknál, ugye az önkéntességben ez nincsen. Tehát igazából nagyon szívesen látunk mindenkit, tehát lesznek itt tűzoltó versenyek. Tehát szervezni fogunk önkéntes tűzoltó versenyeket, nagyon sok önkéntes csapat van a környéken. Ezeken nagyon szívesen várunk majd fiatalokat is, így van, és ott szakmailag ők meg lesznek tanítva rá, mit kell tenniük, mi a tevékenység, őket be fogja tanítani az az állomány, aki jelenleg ezt nagyon szépen csinálja, és nagyon jó hatásosan csinálja, és innentől kezdve szépen, ahogy mondtam, haladunk előre. Igen. Hát én úgy gondolom, hogy nem lehet elég korán kezdeni. Most itt önöket hallgatva eszembe jutott, hogy úttörő koromban én is tűzoltó voltam. Főcsővezet. Nem is tudom, hogy hívtuk ezeket, vagy ezt, hogy úttörő tűzoltó, vagy ilyesmi. Jó, úttörő voltam, most elárultam magam, de hát ebben a körben talán nem annyira borzasztó. És sokat gyakorlatoztunk, versenyekre indultunk, és igaz, nem lett belőlem tűzoltó, de azért valami megmaradt, egy ilyen kis tűzoltó vér bennem, hogy úgy mondjam, hogy mindig szimpátiával fordulok a tűzoltó. Lenne két szerelmet, tehát azért, igen. Azt el kell látni, hogy mindenki tűzoltó autóról azért álmodik, és ez egy nagyon szép hivatás, ezt tényleg ezt szeretni kell, ezt a hivatást, és azért nagyon sok óvodás gyerek, tehát nagyon sok mai napig a laktanyába jönnek iskolások, óvodások, és még a felnőtteket is megfogja annak a látványa, hogy benne, a szerek, vagy benne állnak ugye a szertárba, és hogy felléphet rá, de amikor elviszük egy bemutatóra az autóinkat, hát látszik, hogy a csillogó szem. Na most ezt a csillogást, ezt a szemek, ezek jöhetnek hozzánk ide az egyesületbe, és akkor ugyanaz oktatásokon részt fog venni, a tűzoltóság állományát megnézheti, tehát ugye a laktanyába be fog tudni jönni velünk. Tehát megismerkedett a szakmarejtelmeivel. Tehát nagyon sok szépet tudunk nyújtani, úgy gondolom előre, igen. És anélkül, hogy szolgálatba kellene járnia, még tűzoltásban is részt vett, akár adott esetben. Tényleg tervezik azt, hogy, vagy tudják majd, hogyan értesítik majd az egyesület tagjait, ha tényleg élesre fordul a helyzet és segítségre van szükségük? Milyen kommunikációs csatornák? Szerepel az alapszabályunkban, hogy adott esetben, ha olyan mértékű a feltételezhető káresemény, akkor nyilván a hivatásos tűzoltók mellett irányításával besegítünk és be is kívánunk segíteni, igen. Jelenleg lehet, hogy nem túl fel a kérdés, de hány tagja van az egyesületnek? Gondolom, még olyan sokan nincsenek. Vagy hát, mennyire tervezik az összlétszámot, ha messzebbre tekintünk? Hát tervezni, ezt nem tervezünk, minél többen. Én azért nem félek attól, hogy akkora lesz a tömeg igény, hogy de azt gondolom, most 25-en, 26-an vagyunk. Ez már nem kevés szerintem. Ez nem kevés, de már tudok. Ajkán hány hivatásos tűzoltó van? 60. Hát ez már majdnem ugyanaz a nagyságrend, csak kevés. De már azóta további belépésekre van igény. Tehát jelezték. Igen. És mennyire lesznek kiszolgáltatva az elemeknek az önkéntesek? Tehát kapnak-e felszerelést, kiképzést, anyagi támogatást ahhoz, hogy ellássák a feladatukat, vagy pedig utcai ruhába oda mennek és vödörrel locsolják a vizet? Most szándékosan, szélsőségesen fogalmazom. Igen, hát ezek a feladataink. Tehát ezt, amit beszéltünk a pályázatokról, szeretnénk felszereléseket venni, szeretnénk így van ruhákat venni, tehát azért ez nagyon-nagyon a jövő. Tehát tényleg most úgy itt vagyunk, az első nap vegyük így, a nulláról indulunk, és szépen, igen, vennünk kell azokat a felszereléseket, amivel mi tudunk segíteni. Tehát az államiaktól nem elvárható egyértelmű, hogy ő átadja bármilyen felszerelést, nem is szeretnénk, de maga a kiképzése, igen, amikor már felszerelésekhez hozzá fogunk tudni jutni, onnantól kezdve azoknak megoldjuk mi házon belül a kiképzéseit az embereknek. Ezt szeretném hozzátenni, hogy nyilván az állam úgy próbálja a lakosságot bevonni, és azért támogatja az egyesületeket, ezért nyitottak rá pályázati lehetőségeket, hogy ezt a hiányt pótolják, vagyis hogy
a lakosságot ezen keresztül bevonni a tűzoltásba, a tűzvédelembe, oktatással is, azzal is, hogy valaki tudja, hogyha elrendelik azt, hogy itt tűzoltási tilalom van, az mit jelent. És a pályázati forrásokat azért rendeltem elé, hogy a felszerelést ezen keresztül az ilyen egyesületek tudják maguknak biztosítani. Valamikor szokás volt közölni egy-egy eloltott tűz után a megmentett érték nagyságát. Ez mostanában szerintem, hogy kikopott a protokollból vagy a köztudatból, de valahol ott van-e mögött az a gondolat is, úgy vélem, hogy minél előbb, minél gyorsabban, minél többen látnak egy tűz oltásához, annál nagyobb értéket tudnak megmenteni. Ugye most a megbecsülni egy ingatlant, hogy bármilyen belső értéket nagyon nehéz. Tehát azért szakemberek hát igen, vannak. Vita tehát, is lehet belőle. Igen, tehát ezért nem akarunk azért sosem nyilatkozni, nem akarunk nyilatkozni ebből egy tűzoltás után, de van ember, aki ezt meg tudja a végén mondani, de így van az értékmentés mindig friss fő szempont volt. Egy kérdés van még nekem legalábbis, hát, az hogy... Az életek mellett. Az életek, persze, már nem is mondjuk. Van-e ilyen, vagy létezik-e, hogy tűzoltó egyesületek nemzetközi szövetsége? Vagy gondoltak-e arra, hogy külföldi kapcsolatokat építenek ki? Mert ugye sokat hangzik, hogy Németországból például tűzoltó felszerelések, néha autók is érkeznek Magyarországra. Gondolom, ezt nem az egyesületek kapják, de hát... De. Vannak ilyen egyesületek. Ugye én önkormányzati képviselőként azért a testvérvárosokba gyakran eljutok, és már megvan a kapcsolatom Vejc és Unnával, a két testvérvárosunkkal, ahol ugyanilyen tűzoltó egyesület működik, és ők komoly felszereléssel rendelkeznek, és hát az együttműködésben remélem az is belejön, hogy adott esetben besegítenek nekünk, hogy ezt a technikai, műszaki felszereltséget magunknak minél előbb biztosítani tudjuk. Az elején kicsit viccesen, de emlegettük a zenei vonalat. Terveznek esetleg, akár nagyon sok zenészt képeznek ki, akár még tűzoltóhajlamú is lehet közöttük, hogy egy tűzoltó zenekar magjait elvetik létrehozzák. Ezt ne vessük el, ezt körbe kell. Ha van rá igény, mi nem állunk ellene. Én azt hiszem, az első körben a tűzoltó bármint ilyen, ami hagyományos és sok-sok évtizedes múltat tekint vissza, felelevenítsük, aztán majd step by step, tehát lépésről lépésre a zenekar is összejöhet valamikor. Köszönöm szépen. Mi lenne az az üzenet, mondjuk tényleg lezárásként, amit megfogalmaznának a leendő, vagy a gondolattal játszadozó polgártársaink felé, hogy mi motiválhatja őket, hogy igenis lépjenek be, vagy keressék önökkel a kapcsolatot. Én két üzenetet is megfogalmaznék. Az egyik üzenet az, hogy szeretnénk azért egyfajta hagyománymegőrzés és a múlt értékeinek az újra gondolását is megmutatni. Tehát akinek van a régi egyletekkel, egyesületekkel kapcsolatos akár dokumentuma, akár fényképe, vagy egyéb eszköze, nagyon szívesen vevők vagyunk rá. Idézőjelbe teszem, vegyük, és ezzel is már talán egy kicsit megalapoznánk a létünket. A másik üzenet meg az, hogy szerintem az, ami az emberek vagyontárgyai, élete és egyéb javainak a megőrzését szolgálja, az egy jó cél és egy jó elképzelés, szívesen várunk mindenkit. Plusz egy kérdést, nem folyok ki a kérdésekből. Van-e olyan telephelyük, székhelyük, ahová összegyűjtik majd esetleg az adományokat, szerkocsit, szivattyút, tömlőket, irodát, tehát nyilván adminisztrációra is szükség van, nem lehet csak otthon a hálószoba mélyén nyomogatni a telefont, tehát ilyen támogatást kapnak esetleg az önkormányzat? Van már irodánk, van. És nyilván, hogyha a hely szükségével fog válni, polgármester úr, tehát az önkormányzat támogatását bírjuk, és biztos, hogy hozzá fognak segíteni bennünket. Ha szükség van a tér bővítésére, akkor ebbe is segítséget kapunk. Köszönöm szépen, akkor sok sikert és kevés tüzet kívánok önöknek. Mi is köszönjük.